teremtve van-e a világ, vagy örök idők óta áll, s fog-e örökké állani, vagy egykora semmiségbe száll, megírta évmilliók előtt a sors, mi fog történni majd, vagy a történet gája, mit a véletlen fuvalma hajt, egye a lélek és a test, honnan jövénk, hová megyünk, elalszik-e a sírba, vagy új lángra lobban életünk? Ez is Petőfi, és amit ma este hallunk, az is. Ismét magyar lett a magyar. Ismét magyar lett a magyar, mert ekkorig nem volt a hogy is lett volna, szolga volt, s nem magyar, aki szolga. Ismét magyar lett a magyar, bilincsét összetörte, mint ősszel a száraz levél csörögve hull a földre. Ismét magyar lett a magyar Kardot ragadt kezébe Kardján a napsugár a Bátorság szemébe Ismét magyar lett a magyar Lángol piroslik arca Kitűzött zászló mindenik Amely jelt ád a harcra Ismét magyar lett a magyar Egy, egy szív millió Keblében És dobbanás a rémület az ellenség Fülében Ismét magyar lett a magyar A síkra állt vitézül És a világa nagy világ csodákat látni készül, ismét magyar lett a magyar, s világ végéig az lesz, vagy iszonyúan és dicsőn mind-mind egy szálig elvesz. Pest 1848. július Tehetném hozzá, hogy körülbelül tizedike, tizenegyedike táján vagy után. Miért írja Petőfi ezt a lelkesült verset, melynek minden verszaka ugyanazzal a sorral kezdődik, hogy ismét magyar lett a magyar, kihasználva a költészet egyik ősi eszközét, az ismétlést, a repetíciót, hiszen minden költő azért számít arra, hogy megjegyzik a verseit, vagy hát a verséből egy-egy sort, egy-egy verszakot. Valóban nagy idők tanúja volt Petőfi. Ugyan a nemzetgyűlésben nem választották be, amit tegnap már részleteztünk, azért a nem, nemzetgyűlés összeülése előtt egy-két nappal egy radikális klubba lép be Petőfi, amely amely ellenőrizni akarja a nemzetgyűlést, ó, milyen szép vágy, mind a mai napig milyen nagy szükség lenne egy ilyen ellenőrző testületre, egy ilyen Aténi Areosz-Págoszra, egy ilyen bölcsek tanácsára, aki mindig felügyeli azt, hogy ahol több tucatnyian, vagy több százan vannak, ott óhatatlan, akár csak szándéktalanul is a tévedés, vagy a hamiskodás, vagy az obstrukció, vagy bármi más, ami a parlamentarizmussal szinte mai napig együtt jár, aztán később az egyenlőségi társulatba is belép Petőfi. Mindenképpen szeretnék valahogy ellenőrizni az országgyűlést, vagy segíteni a munkáját. Persze közben Perújra felvételi zajlik, vizsgálatot kér a szabadszállási választás ügyében, de ez persze sok pénzbe kerül, és hogyha elveszíti, aki neki kell állni a költségeket. Aztán közben még pár bajra is kihívja Nagy Károlyt, Nagy Sámuel református lelkész fiát, aki bekerül a nemzetgyűlésbe. Július 5-én Petőfi kiáltványt tesz közzé, amit letesz a képviselők asztalára. Ez ellen természetesen Nagy Károly is ellenválasszal él, Ezt nem közlik a pesti lapok, csak a hirdetés roadban, ahol durva szavakkal pocskondiázza Petőfit Nagy Károly. Igaz, hogy Petőfi is leírja róla, hogy méltatlanul és csalás, választási csalás által lett követe annak a körzetnek, Párba is lesz a dologból, de a párbaj segédek nem tudnak megegyezni, mert Nagy Károly a karthoz ragaszkodik, Petőfi pisztolyt rántana elő, aztán elül ez a harci zaj, ahogy említettem, egy alkalommal Petőfi vagy négyszer állt a párbaj szélén, szerencsére megmaradt az élete, nem úgy, mint Puskinnak vagy más egyéb költőknek és íróknak, művészeknek, akik hódoltak ebből a, ennek a közösségből, Mézépkorból megmaradt ö, szokásnak, a párbajnak. Szóval nagyon mozgalmas ez a július, de egy szó, mint száz kosút lemond. Ö, a képviselőségéről Vörösmarty javára. Vörösmarty el sem megy arra a vidékről, végül is megválasztják, és, és bekerül a nemzetgyűlésbe, később majd augusztusban ez a Petőfi és Vörösmarty közti hatalmas nagy vita forrása lesz, amelyben Petőfi egy nagy versel a Vörösmartihoz című versel, Vörös Marti pedig egy kis, két soros epigrammával vesz részt, a Légy buzgó, de szerény kezdetűvel. Tehát ez a július nagyon mozgalmas, de azért is, mert az országgyűlés, a nemzetgyűlés megszavazza Kosut leleplezése nyomán, Kosut leleplezi, hogy Bécs miben mesterkedik kinevezte a magyar kormányt, elfogadta Batyányi Lajos miniszterelnökségét, közben meg pénzt ad a horvátoknak, és, és Pest elleni támadásra bújtogatja a Jellasics horvát bánt, akit nagyon gyorsan egyik tisztségről a másikra emelnek fel hadsereget gyűjt, és már is el fog indulni ezekhez a júliusi napokhoz, nagyon közeli már a szeptember, amikor Jellasics átlép a dráván, tehát nagyon mozgalmas időszak ez, de szerencsére a Nemzetgyűlés megszavazza a 200 ezer újjoncnak a felvételét, a regulális magyar hadsereg felállítását, amely ettől a pillanatból fogva még inkább tűzre Bécs szemében, hiszen ez időtől fogva rebelliónak nevezik a magyarok szabadságharcát. A Rákóczi szabadságharckor használt kifejezést veszik elő, amely 1715-től rebellis nemzetnek bélyegezte a magyart, és Rákóczi nevét se leírni, se kiejteni nem lehetett, illetve börtönbüntetéssel járt. Arany János meg is írja a nép barátjába majd, hogy fellázadtunk-e, mi magyarok nem lázadtunk fel, mi jogos önvédelemre rendezkedünk be és védjük a hazánkat. Tehát 1848 nyarától elkomorul a háttér, kezdetét veszi tulajdonképpen a szabadságharc ettől a pillanattól kezdve, és Petőfi ennek lelkendezik, hogy talán nem az országgyűlés unalmas vitáiban, hanem a tettek mezején fog eldőlni a haza sorsa, és ő mint nemzetőr, később mint kapitány, hadnagy, őrnagy, részt is vesz, és a csatákban is közel tíz csatában vesz részt Petőfi, mint katona. Tudjuk jól, hogy igazában csak 1849-ben találja meg a helyét Bem oldalán, no de addig egy örömteli esemény elében néz a család, hiszen december közepén megszületik a fia Zoltán, és addig nagyon sok szörnyűségen kell még átmenni Petőfi Sándornak, Vahotimre, még Egresi Gábor részéről is elhívásoknak és rágalmaknak, hogy miért nem áll be karddal a honvédelmébe az, aki ilyen gyújtó szavakkal tüzelte föl a nemzetet. Egy szóval Petőfi életében megkezdődik az utolsó év. Ez persze ő nem tudja. Ezt csak mi tudjuk. Ő valamennyire talán sejti, mert a szabadszállási kudarcot nem írja ki egy versben, le se írja ezt a szót, hogy szabadszállás, csak iratában, amikor is a helybelieknek a szemére veti, hogy a szabadságot lábbal tiportátok ti, akiknek a településének a neve szabad szállás, egy hatalmas műben fogja kiírni a kudarcot, a párbaj, a merénylet, a király elleni lázadás, a királyokhoz szímű versének sárba tiprása. Egészen júliusig tartanak azok a ö, sajtópolémiák, vidékről, prózában, versben támadják Petőfit, már a pesti hírlapok lemondják a sok ö, cikk közlését, annyira tömegesen jelentkeznek nem a Petőfi pártolók, még kevésbé a Petőfi rajongók, hanem Petőfinek eskütt ellenségei, és tulajdonképpen örülnek, hogy nem került be a nemzetgyűlésbe. Van ott egy izgága ember, úgy hívják, hogy Táncsics Mihály, elég lesz azt is elviselni. Van ott még 21 néhány izgága radikális, elég lesz a radikal klubot is elviselni, ez gyorsan fosszik az események nagyon gyors ütemre váltanak, de Petőfi még ír egy verset. És ez a mai versünkhöz, az ismét magyar lett a magyarhoz a legszorosabban illeszkedik, és ezúttal a legszemélyesebb síkokra tereli az ember figyelmét. De ezzel a verssel, a Miért zárjátok el az utamat cíművel, majd holnap foglalkozunk.